Közel 80 millió forintból valósult meg az a beruházás, amelyből korszerű környezetben modern felszerelésekkel dolgozhatnak a szirmabesenyői központi konyha alkalmazottjai. Az épületet kívülbelül teljesen felújították, bővítettek rajta, valamint a munkavégzés is rugalmasabb lett. Az eseményen a helyi egyházak képviselői ünnepélyes keretek között áldották és szentelték meg az új épületet, amely a jövőben a település élelmiszerellátását segíti. Huszti Gábor szirmabesenyő polgármestere az átadó ünnepségen szólt arról, fontos volt, hogy az elrendezése is jobb legyen a konyhának, így az alapanyagok mozgatása sokkal korszerűbb lett. Az épületet kívül és belül is teljesen felújították, újak az ablakok, a szigetelés, a vezetékek, a villamos és a vízvezeték hálózat is. Az épület belsejében is nagy változás történt a korábbiakhoz képest, amely nem csak átalakult, hanem bővült is. Jelenleg 400 adag melegebb édet főznek itt naponta, de ezt 600 adagra szeretnék bővíteni a későbbiekben. Ez a konyha látja el a helyi bölcsedéket, iskolákat és a szociális étkeztetést is. Ez itt működik az óvodával egy épületen belül, és a teljes települést ez látja el jó minőségű finom ételekkel, tehát úgy a bölcsödét, óvodát, iskolát, illetve szociális étkeztetést is végzünk, és ezen felül még vannak úgynevezett vendég ebédelők, akik nem szociális alapon, nem teljes árat fizetve tudnak itt étkezni. Hát bővítettük az épületet, mert hogy kicsi volt, és technológiailag nem voltak jól elosztva a terek, a különböző helységek, és hát végeztünk egy 5 millió forintos technológiai fejlesztést is. Új elszívórendszer, rozsdamentes tároló szekrények kerültek beszerzésre, kialakult egy központi főzősziget, amit majd még bővítünk tovább, és itt lesz egy ilyen pultrendszerű, teljesen új technológia. Gyakorlatilag a falakig le volt verve az épület, ahogy említettem, válaszfalakat mozgattunk, ajzatot kellett szigetelni például, mert kiderült, hogy nem volt, tehát én azt gondolom, hogy teljesen megújult, és egy 21. századi konyha létesült itt. Folyamatosan emelkedik az igény az étkeztetésre, úgyhogy a termünk az lenne, hogy 400 adagról felbővüljünk 600 adagosra. A köszöntő gondolatokat követően Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, a konyha megújítása annak is köszönhető, hogy 2010-ben a Fidesz kormány megszabadította az önkormányzatot az adósságaiktól. Azok a települések pedig, amelyek nem halmoztak fel adósságot, köztük Szirmabesenyő is plusz forrást kaptak pályázatok útján. Mindezeknek köszönhetően újult meg közel több 10 millió forintos pénzügyi forrásból a szirmabesenyői központi főzőkonyha. Az üdvözlő beszédeket követően a megjelentek közösen járták végig a kívülbelül teljesen megújult főzőkonyhát, amelyben új pára elszívó berendezések, edények, valamint élelmiszerraktárak is helyet kaptak.